Sziasztok, én Norbi vagyok, és egy új sorozattal köszöntelek titeket, mégpedig avval azt találtam ki, hogy mivel én is szeretem az autósportot, motorsport, minden ilyesmit, az autókat, autós játékokat, ezért gondoltam azokra is, akik ugyanúgy szeretik, mint én. És a lényege az lenne ennek a sorozatnak, nem tudom, már mondtam, sorozatot szeretnék ebből csinálni, hogy egy videó egy autót fog tartalmazni, mindjárt pontosan megértitek, hogy miről fog szólni, nagyjából elmagyarázom most. Ugye ez a Forza Motorsport 7, és minden autónak ugye megvan a maga kategóriája. Ugye D, E, C, stb. Ugye attól függ, hogy milyen ugye a motor teljesítmény, ugye a futómű, minden. Magyarul, hogy jobb az autó, hogy erősebb, jobban fekszik az utat, stb. És azt találtam ki, hogy minden kategóriában megnézzük, hogy melyik autó megy a leggyorsabb kört a Nürburgringen. Pontosabban a Nordschleife-n. Nagyjából valami ilyesmi. Remélem mindenkinek érthető volt, de mindjárt elmagyarázom pontosan, mert nem tudom megfogalmazni normálisan, hogy így, főleg aki nem ismeri a játékot, ugye annak nehéz. És na, akkor mutatom is, hogy mi lenne a lényeg. Ne tévesszem meg senkit. Most ez a Mazda, ez az MX-5, ez csak egy példa. Mindjárt mutatom, hogy ugye ez az én autóm. Ugye kiválasztom, amit szeretnék majd csinálni. De nem erre megyek, mert már ki van választva. És akkor ugye van egy tuning lehetőség, és ott látjátok ilyen lilás színnel, hogy E288. Ez az E kategóriában van ez az autó. És én úgy találtam ki, hogy a motorhoz semmiképp sem fogunk nyúlni, semmelyik autónál sem. Csak ha nagyon muszáj lesz, az lesz a végső dolog. És a videó lényege annyi, hogy jelen esetben ez E kategóriás ez az autó. Az E-nek a tetejéig felhúzzuk, amíg át nem ugrik pont a határ, ugye a következő kategóriába. És viszont mindenképpen a fék, most megmutatom, ez csak egy példa, ugye ott látjátok a sárgával, hogy a C500, ugye az a C kategória, és az ugye a C500 ott már az egy másik kategória. Úgyhogy addig nem húzzuk fel. Ugye rakunk versenyrugót, minden ilyen úgy idézőjelbe kis apróságot, de a motorhoz semmiképp sem nyúlunk. A gumikat viszont lecseréljük majd, hogyha nagyon sokat kell emelni ugye az autón. Már át is ugrott. Látjátok, hogy D lett. De tegyük fel, hogy nem szeretnénk annyira felhúzni. Csak épp, hogy a határa. Akkor mi van még? Még a gumin tudunk javítani. Ez már sok. Na és akkor ez pont. Ez pont E300. A következő az már a D. És akkor látjátok, fölhúzzuk E300-ra. Például, de mondhatnám azt is, hogy ott van, hogy van egy C-s kategóriájú autó, akkor a C500-ig fölhúzzuk. És akkor ugye az a plafon, tovább nem lehet húzni. És akkor elértük mondjuk a E300-at jelen esetben. Motorhoz nem nyúltunk. Jó, persze nem így össze-vissza fogom csinálni, csak most ezt így megmutattam, hogy értsétek, hogy esetleg úgy magyarázom, hogy ilyen nem normális módon. És ami még fontos, hogy csak mindegyik autóval csak a Nordschleife-n fogunk versenyezni, és nappal, száraz időben. És jó, most ezt nem mutatom meg nektek, ugye ez megvan csinálva az autó, kiválasztom majd ugye a versenyt, ellenfeleket nem rakok be, ez még fontos, azért, hogy tudjak minél tisztább kört menni. Visszatekerés az lesz,
Mégpedig azért lesz visszatekerés, mert megpróbálok minél jobb kört menni, azért, hogy ugye, hogy ne legyen az, hogy kicsúszkálok, de persze megpróbálok normálisan menni majd. De visszatekerés mindenképp lesz, be szeretném rakni. És akkor ugye... ugye jól emlékszek, ez az autó, ez E. Igen. E. És minden kategóriának ugye lesz egy győztese. És én úgy gondoltam, hogy én mindent bele fogok venni a kategóriával. Szóval, hogyha lesz egy ilyen régebbi Form 1-es autó, ami mondjuk A kategóriás, akkor ugyanúgy menni fog a Mustang ellen, ha az is A kategóriás. Persze úgy, hogy föl van húzva mindegyik a plafonig, ha tudok annyit állítani. Ha nem tudok annyit állítani, mondjuk egy versenyautó, mert a versenyautókat általában nem nagyon lehet így faragni, így úgy amúgy motortéren, mert ugye ki van hozva a maximum belőlük, akkor egyértelmű, hogy akkor azt kiejtem, szóval akkor az nem játszik. Az nem játszik az autó. Na szóval ennyi lett volna ez a kis ismertető videó, nem tudom mikor jön az első videó, amit fölveszek. Attól függ, hogy lesz időm. De mindenképp szeretnék ebből egy sorozatot csinálni. Mert én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy melyik a legjobb autó kategórián belül, és akkor így végigmegyünk a kategóriákon. Talán a legutolsó kategóriát, úgy értem, hogy a leggyengébbet, azt nem tudom még, azt majd még meglátom, hogy meg-e csináljuk, mert hát ott igazából ott semmit nem lehet módosítani, mert egyből átugrik a következő kategóriába, de hát akkor majd mennek egymás ellen. Na mindegy, csak gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, remélem érthető volt, de akinek van jobb ötlete, az írjon kommentet, vagy valahogy jelezze, hogy lenne egy jobb ötlet. Vevő vagyok mindenre, hiszen tudhatok okosat mondani. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tartsatok velem legközelebb is. Az már egy sorozat lesz. Forza Motorsport 7. Én Norbi voltam. Sziasztok!